8 perc múlva lesz 8:30, ez továbbra is a ma reggel az M1-en koronavírus körképünk következik, de előtte lássuk a friss világadatokat. A fertőzöttek száma 130.665.000 felett van, mint láthatjuk. Felgyógyultak viszont már a betegségből több mint 74 millióan, az elhunytak száma pedig több mint 2.800.000. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. Most pedig lássuk, hogy mi a helyzet Európában. Ma a szomszédos országokból, Szlovákiából, Ukrajnából és Horvátországból jelentkeznek tudósítóink. Elsőként Szlovákia. A szlovák hatóságok kiemelten ellenőrzik az országba való beutazást és a járáshatárok közötti átutazást most az ünnepek alatt. Bár javulnak a járványügyi mutatók, egyelőre érvényben vannak a legszigorúbb intézkedések. Kapcsoljuk most Nagy Emesét a további részletekkel. Milyen ellenőrzésekről van szó, kiket és hol igazoltatnak a határőrök vagy a hatóságok? Üdvözlöm a kedves nézőket! A szlovák rendőrség elsősorban közúti ellenőrzéseket tart. A Magyarországgal, Csehországgal, Lengyelországgal és Ausztriával közös határátkelőkön folyamatosak az ellenőrzések. Negatív tesztet és beutazást indokló igazolást kérnek azoknak, akikre nem vonatkoznak a kivételek. Beutazást követően 2 hetes kötelező otthoni karanténba kell vonulniuk. Ez egyébként a húsvéti ünnepekre hazautazó rokonokra, családtagokra is vonatkozik. A hadsereg, a katonaság bevetésével mindenkit igazoltatnak, aki személygépkocsival, tömegközlekedési eszközön vagy gyalogosan lép be Szlovákia területére, illetve a kisebb lezárt határátkelőket is felügyeli a rendőrség, és nagyobb a hatósági jelenlét a járáshatárokon is, elsősorban a fekete besorolású régiókban, utcákon és tereken is járőröznek a rendőrök. Egyébként ezeknek az intézkedéseknek a célja a szigorú járványügyi szabályok betartatása, konkrétan a kijárási, a régió elhagyási és a gyülekezési tilalom betartatása. Ugyanis jelenleg kirándulni, egyénileg sportolni vagy természetbe járni is csak járáson belül és este 8 óráig lehet. Egyébként a mobilitás csökkentésének kedvez az is, hogy itt Szlovákiában szombat kivételétől nagypéntektől húsvét hétfőig minden üzlet zárva tart. Ez a húsvét egyébként más, mint a többi rendhagyó a tavalyihoz hasonlóan, ugyanis a templomokban tilos a nyilvános egyházi alkalmak megtartása, így az ünnepi szertartásokat a hívek számítógépen, televízió, mobiltelefonon keresztül követhetik figyelemmel, illetve a templomokban csak az individuális lelki gondozás és gyónás engedélyezett, tehát egyénileg lehet látogatni az Istenházát, de csak előre egyeztetett időpontban és helyszínen, ugyanis egyszerre egy templomban legfeljebb 6 hívő lehet jelen. Egyébként tehát elég korlátozott az élethelyzet, de a lakosság bizakodó is, hiszen tartósan jelentős javulást mutatnak most már a járványügyi adatok, a harmadik hullám már tetőzhetett, Szlovákia túl lehet a nehezén. Ugye arról is volt szó korábban, hogyha továbbra is folytatódik az a tendencia, hogy javulnak a járványügyi mutatók, akkor a korlátozások fokozatos feloldása megkezdődhet húsvét után. Akkor erre lehet számítani? Nagyon úgy tűnik, hogy igen, ugyanis a járványügy szempontjából legfontosabb mutató a kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek száma 3000 alá csökkent, egészen pontosan 2776. Ilyen alacsony ez a szám legutóbb december közepén volt. Az új esetek 7 napos átlaga is 2500 alá csökkent, illetve a reprodukciós ráta is alacsonyabb, 1,15-nél 0,8 körüli. Ezzel az előzetesen meghatározott COVID automata mindhárom feltétele teljesült ahhoz, hogy most már országos enyhítés jöjjön, tehát hogy az országos fekete besorolás vörösre váltson. Ez viszont nem történik meg egyik napról a másikra, ezért rendkívül fontos az, hogy az emberek betartsák a húsvéti ünnepek idején is a legszigorúbb járványügyi intézkedéseket. A Pandémia Bizottság ugyanis a jövő héten ülésezik, akkor döntenek az enyhítések pontos időpontjáról és formájáról, tehát egyelőre kivárnak, de a legvalószínűbb forgatókönyv szerint április
április 12-én hétfőn válthat a Covid automata, ami azt jelenteni, hogy országszerte megnyithatna az összes bölcsőde, óvoda, alsó tagozat, illetve az iskolák végzős évfolyama is, megnyithatnának az üzletek és szolgáltatások, a galériák, a múzeumok, és korlátozások mellett a szállodák is, illetve engedélyeznék negatív teszttel a járáson kívüli kirándulást, illetve a templomlátogatást is, és nem lenne kötelező az otthoni munkavégzés, és mindeközben mérföldkőhöz érkezett a szlovák oltási program is, ugyanis meghaladta az 1 milliót a beadott vakcinák száma, ez pontosan azt jelenti, hogy eddig már több mint 740 ezeren kaptak oltóanyagot, és ebből 262 ezeren a második adagot is. Feltehetően a következő hetekben tovább gyorsul majd az oltás üteme, ugyanis 2 hét múlva érkezik a Johnson & Johnson első szállítmánya, illetve Szlovákia mintegy 600 ezer adag vakcinát, oltóanyagot kap a szolidaritási vakcinákból, soron kívül az Európai Uniótól. Így tehát már valóban csak karnyújtásnyira vannak az intézkedéseknek a feloldása, az enyhítések, ezért nagyon fontos, hogy most még mindenki tartson ki és tartsa be a legszigorúbb szabályokat. Szlovákia után folytassuk Ukrajnával, ahol az elmúlt napokban többször rekordot döntött a fertőzöttek és az elhunytak száma. Bár keleti szomszédunkban már másfél hónapja oltanak, mégis lassan halad az oltási kampány. A 42 millió lakosú országban még csak 300 ezernél tartanak. K. Debreceni Mihályt kérdezzük a további részletekről, jó reggelt. Ukrajnában tehát, ahogy hallhattuk, lassan halad az oltás. Tervezik-e valamilyen módon átalakítani az oltási stratégiát, vagy növelni az oltási kampányt, hogy egy kicsit felgyorsuljon, és van-e ehhez esetleg elegendő oltóanyag? Köszöntöm a nézőket. Az oltási kampány valóban nem a tervezett ütemben halad. A Bloomberg elemzői szerint például amennyiben a jelenlegi tempóban fognak oltani a több mint 40 milliós Ukrajnában, akkor csak 10 éven belül sikerül elérni azt, hogy a lakosság 75%-a megkapja a védettséget jelentő vakcinát. A kiadvány szerint hasonló helyzet a világban, csak Pakisztánban, Iránban és Bangladesben alakult ki. Jelenleg Ukrajna a 78. helyen van azon a képzeletbeli listán, amely a különböző országok oltási adatait hasonlítja össze. Most annyi biztos, hogy az ukrán hatóságok elégedetlenek a tempóval, még az egészségügyi miniszter is azt mondta, hogy az Ukrajna kétszeresen el van maradva a tervezettől. Ráadásul sok minden nehezíti a vakcinálást, hiszen az AstraZeneca licenze alapján Indiában készített Covishield ellen komoly politikai lejárató kampány indult az országban. A legdurvábban kezdetben Petro Poroshenko ex-elnök kelt ki ellene, majd később megbánást tanúsított és azt mondta, hogy tévedett. Később India jelentette be, hogy a hazai járványhelyzete miatt nem tud újabb szállítmányt küldeni, tehát akiket most beoltanak az 500 ezer Covishield-del, azok ismétlő oltására vélhetően az azonos összetételű AstraZeneca-val kerül majd sor, amennyiben májusig érkezik belőle az országba, mert eddig ugye nem érkezett. Eddig egyébként mindössze 2 ember kapta meg a második ampullát, tehát 2 ember teljesen védett egész Ukrajna területén. Kijevnek mostanáig viszont 22 millió oltóanyagról van szerződése, és a remények szerint április folyamán megérkezhet a COVAX elmaradt szállítmánya is. Az ukrán nemzetbiztonság és védelmi tanács pénteki ülése után annak vezetője azt nyilatkozta a sajtónak, hogy Volodymyr Zelenszky államfő hamarosan rendeletet fog aláírni a lakosság oltásáról. Ennek az ukáznak a tartalmát viszont egyelőre senki nem ismeri, és nem is ismertették azt. Mit mondanak az ukrán szakemberek, mikor tetőzhet a járvány Ukrajnában, és meddig húzódhat még el a tetőzés? Nos, az elmúlt napokban többször rekordot döntött az új fertőzöttek száma, ami már ugye megközelíti a napi 20 ezer főt. Az elmúlt 24 órában viszont 14 ezer új beteget jelentettek, és 258 elhunytat. Az Ukrán Tudományos Akadémia szerint a következő 3-4 hétben még biztosan kritikus lesz a helyzet, ugyanakkor kijárási tilalmat továbbra sem terveznek bevezetni, ehhez rendkívüli vagy hadi állapotot kellene hirdetni. A házelnök Dmitro Razumkov viszont egy tévéműsorban arról beszélt, hogy egy esetleges
teljes rendkívüli állapot bevezetése elképzelhető, de arra a kormánynak kell javaslatot tennie. Ilyen javaslat azonban sem Zelenszkijtől, sem a kormánytól nem érkezett. Az országos tiszti főorvos szerint az egészségügyi ellátórendszer napi 25 ezer új fertőzöttig nem fog összeroppanni, ugyanakkor egyre több olyan felvétel lát napvilágot, amelyen Kijevben és Lembergben is, ugye ezek milliós nagyvárosok, sorban állnak a mentőautók a betegekkel, a kórházak előtt. Ilyen felvételeket pedig múlt tavasszal lehetett látni Olaszországban, ahol az egészségügyi ellátórendszer világszínvonalú. Folytassuk Horvátországgal, ahol új beutazási szabályok léptek életbe a következő két hétre vonatkozóan. Antigén gyors tesztelés, függetlenül a vakcina származási országától oltási bizonyítvánnyal is be lehet utazni az országba. Kriák Krisztinát kapcsoljuk most Zágrából, bocsánat. Jó reggelt! Szóval mik az új utazási szabályok Horvátországban, mivel lehet belépni az országba? Jó reggelt kívánok! Igen, április 1-től a PCR tesztek mellett az Európai Unióban jóvá hagyott antigén gyors teszteket is elfogadják a határátlépésnél, ha azok 48 óránál nem régebbiek. A gyors tesztet, ha valaki 10 napnál tovább marad az országban, a 10. napon meg kell ismételni. A karantén kötelezettség továbbá kiváltható 180 napnál nem régebbi oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető átesett a fertőzésen. Az oltási igazolás akkor érvényes, ha a második dózis felvételétől legalább 14 nap telt el, az arról szóló igazolástól pedig, hogy az illető átesett a betegségen legalább 11 nap. Azok számára, akik egyik igazolással sem rendelkeznek, 10 nap karantént rendelnek el, amely kiváltható az országban saját költségén elvégzett PCR vagy antigén teszttel. Az új rendelet alól kivételt képeznek egyebek között a határmenti ingázók, a nemzetközi fuvarozók, a tanulók, a diplomaták, az újságírók, az átutazók, azok, akik üzleti útra érkeznek az országba, vagy egészségügyi ellátást vesznek igénybe. A kivételek és az új beutazási szabályok egyaránt vonatkoznak a nem uniós állampolgárokra is. Milyen a jelenlegi járványhelyzet az országban, és hány embert tudtak eddig beoltani? Horvátországban ezen a héten 42%-kal nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt héthez képest. Ez a harmadik hét, hogy az előző héthez viszonyítva 40% körüli a növekedés. Nőtt a kórházi kezelésre és a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma is. A napi új fertőzöttek száma 2000-2500 körül mozog, utoljára decemberben voltak ilyen magas esetszámok. A válságstáb bár április 15-éig meghosszabbította az érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, és nincsenek lezárások a húsvéti időszakban, nem zárták ki annak lehetőségét sem, hogy az ünnepek után szigorítanak. Horvátországban egyébként a szigorítások megyénként változnak, több olyan régió is van, ahol sokkal szigorúbb korlátozások vannak érvényben, mint az országos ajánlások. Ilyenek főleg a tengermelléki megyék, ahol a legtöbb fertőzött van. Ami az oltási kampányt illeti, Horvátország június végéig beolthatja a felnőtt lakosság felét. Ezt azután jelentette be az egészségügyi miniszter, hogy Zágráb az Európai Unióban rendelkezésre álló keretből szolidaritási alapon további 750 ezer dózist kap a második negyed évben a Pfizer-BioNTech vakcinájából. Horvátország az AstraZeneca oltóanyagából rendelt a legtöbbet, összesen 2,7 millió adagot. A brit-svéd vakcinagyártó cég azonban nem szállította le időben a lekötött mennyiséget, és kevesebb is érkezett belőle, mint amennyit rendeltek. Így Horvátország az oltásban jóval elmaradt a többi uniós országtól. A Pfizer-BioNTech most jóváhagyott védőoltása nélkül Horvátország a lakosság mindössze 36%-át tudta volna beoltani a nyárig. Az Európában engedélyezett 3 oltóanyagból eddig közel 500 000 ampulla érkezett az országban, amiből 404 ezret használtak fel, 312 ezren kapták meg az első dózist, 92 ezren pedig már a másodikat is. Eddig a lakosság mindössze 11%-át sikerült beoltani, a következő időszakban azonban hetente érkezik 100 ezer vakcina az országba. A tervek szerint április 15-ig beoltják a 65 év feletti korosztályt, június végéig a lakosság 55%-át, a nyár végéig pedig a 70%-ot.
Kriák Krisztinának Horvátországból, Nagy Esmesének Szlovákiából és Kádebreceni Mihálynak Ukrajnából. Köszönjük szépen a tudósítást!